A Tudás Depó Express elnevezésű program keretében tartottak filmvetítéssel egybe kötött irodalmi barangolást a Sárospataki Művelődés Háza és Könyvtárában. A programban eddig két filmet mutattak be. Az előző filmek, az Élő erdő, az gyakorlatilag az erdők sorsáról, illetve újszerű gondolkodásról szól az erdők kezelésével kapcsolatban. Előtte pedig gyakorlatilag egy ide vágó, tehát Sárospatak környéki, a Sárospataki előhegyek növényvilága című filmet vetítettük, ami gyakorlatilag itt a Mandulásról, a Szemicehegyről, a most már bontás alatt álló Páncélhegyről és erről a környékről szólt, az itt lévő növényekről, védett növényekről készült ez a film. Ezen alkalommal pedig a Zempléni Tájakon sorozat részeként szintén egy Becse Tamás által készített filmet láthattak az érdeklődők. A 2002-ben készült film címe az Élő víz. 2000 évben megtörtént cián szennyeződés, a Tiszatért szennyeződés volt egyrészt az előmozítója ennek a filmnek, mert ez jóval korábban elkezdődött a felvételek készítése. De hát ezt csak így magamnak, amíg ilyen maradékokból, meg gyakorlatilag a erdőt járva, más növényeket filmezve mindig ott volt közelben a patak, és mindig készítettem képeket patakokról, kemencepatakról, hogykapatakról, és ezek álltak úgy aztán össze, hogy jó lenne egy olyan filmet csinálni, ami kifejezetten a patakról szól, nem pedig a környezetéről. A film a legtöbb résztvevőben számos személyes élményt ébresztett fel. Nekem nagyon tetszett, nagyon érdekesnek találtam ezt a filmet. Azért is, mert zempléni vagyok, édesapám dolgozott Kemencepatakon, többször jártam nálam. A makoshogykai patakhoz pedig a családdal, a férjemmel és a kisfiammal mentünk annak idején többször. Tehát ezek a tájak, ezek a patakok, egész a Ronyva patakig, mivel Sátoraljaújhelyben nőttem fel, ismerősök számomra. És egy nagyon szép, szinte lírai filmet készített Tamás az élővilággal, a növényekkel, az állatokkal. Gyönyörű zenéje volt a filmnek, és a szövegét is nagyon jól tartottam. A filmes irodalmi barangolás nyári szünet tart, így ősszel folytatódik a Sárospataki Művelődés Háza és Könyvtárában.